Már az új gipszkarton álmennyezetet festik a szakemberek a Bonyhádi Ifjúsági Étteremben. Teljes körű felújítást tart ugyanis a helyi közétkeztetést végző cég. Az felett, hogy a minden nap azon dolgozunk, hogy a gyerekek finom és változatos ételeket kapjanak, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a konyháink és az étkezőink felújítása, megújítása minél jobban működjön. Idén a Bonyhádi Ifjúsági Étteremnek a felújítása, megszépítése is sorra került. Ezen a beruházás keretein belül teljesen új képet fog kapni az étterem, teljes felújításon fog átesni. Mint látható, a régi álmennyezetet teljesen megszüntettük, helyette egy gipszkarton álmennyezet, a világítás teljes korszerűsítése fog megtörténni, a régi neonfénycsöves lámpatestek helyett egy korszerű LED világítás fog bekerülni az álmennyezetbe, teljes padozatfelújítás fog, egy szép szürkés színű járólap fog lekerülni. A falakat régen ilyen fa borítás takarta, ezeket teljesen megszüntettük. A falak színére igyekeztünk egy vidám szín kitalálni, ami világossá, vidámmá teszi ezt az egész étkezőt. Teljes felújításra fog esni az éttermen belül a fűtési rendszer, új fűtőtestek fognak felkerülni. A beruházás keretein belül teljes felújítás fog esni a mellékhelyiségek, a mosdók. Korábbi évekkel ellentétben idén igyekeztünk egy új arculatot kialakítani a mosdóinkra, kézmosóinkra. A megszokott fehér csempe helyett kitaláltunk egy vidám, több színből összeálló falburkolatot, ami még jobban feldobja a mosdóinknak az arculatát, ezzel is emelve egy kicsit a színvonalt. Ezen kívül a bútorok is megújulnak majd. Minden étkezőnkben igyekszünk minél színesebbé tenni, ezért a székek, amelyeken a gyerekek elfogyasztják az ételeket, egy ilyen több színből összeálló modern műanyag székből fog összeállni, ezzel is egy kicsit vidámabbá tenni az egész étkezőnek az arculatát. Teljesen átalakítjuk a tálalópultunkat, ez a háttérben látszik is, ezzel segítve a gyerekeknek a még könnyebb étkezését, felgyorsítva ezzel az étkezést. Ugye, mint tudjuk, a gyerekeknek sajnos nem sok idejük van elfogyasztani az ételüket itt a szünetbe. Ezzel a felújítással mindenféleképpen azt szeretnénk segíteni, hogy a gyerekek még könnyebben, még gyorsabban, és így a tanároknak is segítve ezzel a munkáját, hogy egyszerűbben megkapják az ételt, és gyorsabbá tudjuk tenni nekik az étkezést. A régi, elavult bútorok helyett egy új, dizájnos, rozsdamentes bútorsorunk lesz a tálalópultban, mely bele fog illeni ebbe a új, vidám környezetbe. A Bonyhádi Ifjúsági Étterem az egyik legnagyobb étkezőnk közé tartozik, több mint 300 négyzetméter alapterülettel rendelkezik. Egyszerre olyan 100 gyerek fog tudni leülni étkezni. Nem szokott tele lenni az étkező, de ha olyan igény van, akkor mi ezt tudjuk biztosítani. A teljes beruházás közel 15-20 millió forintba kerül majd. Ebben szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a meglévő jó viszony a Bonyhádi önkormányzattal, hogy szeretnénk adni mi is valami pluszt ebbe az egészbe az ételeken kívül, és szerintünk ez egy nagyon jó alkalom erre. És erre nem sajnáljuk ezt, mert ez nem csak nekünk jó, nem csak az önkormányzatnak, hanem legfőképp a gyerekeknek és a tanároknak lesz egy plusz élmény. A felújítás határideje ugyan augusztus 19-e, de ezután történik majd a takarítás és a bepakolás. A szakértő azt ígéri, hogy szeptemberben már a kész, új, modern környezet várja majd a tanárokat és a diákokat.